Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, én Balázs vagyok, és folytatjuk a Crusader Kings 3 Let's Play sorozatot. Ott, ahol legutóbb abba hagytuk, megyünk vadászni, és megpróbálok legitimációt szerezni vele. Valószínűleg nem fog sikerülni, de mármint a vadászat, akár sikerül, akár nem, a legitimáció szerzés az, ami valószínűleg nem fog sikerülni. De megpróbáljuk. Meg itt lehet kicsit haverkodni, a vazalusom, nem tudom, megvan-e hívva, van bármilyen vazalusom egyébként. Egymagamban jövök egyelőre. Hát jön a szaharai király, a borgui király, Kvararafának a hercege, Dendi hercege, Kaga hercege. És nem kell sokat várni, csak 8 fucking hónapot. Jézusom, hagyjál már. Mi az, hogy 8 hónap? Mármint értem, mindig ennyi volt, tudom, mindig ennyi. De közben lehetne nem ennyi? Lehetne az, hogy nekem 8 hónapot várni a vadászatra? Szerintem az kicsit túlzás. Ez csak azért túlzás, mert akkor nem tudok semmit csinálni. Tehát ott állok, ülök. Azt lehetne, hogy nem akkor indulunk el, amikor elindulunk, és akkor indul el mindenki, hanem amikor kiírok egy vadászatot, akkor kiszámolja valahogy a játék, hogy jó, akkor ekkor kell indulnod, hogy odaéri, nagyjából. Most az, hogy plusz-minusz egy hónap, az igazából mindegy. De hogy megtoltam a nyelvet, jéj. Igen, tehát az gyakorlatilag mindegy, hanem hogy egyszer érjünk oda. És addig én otthon üljek. Otthon nyugodtan végezzem a dolgomat. És aztán elindulok majd, amikor el kell, mert ha nekem egy hónap odaérni, másnak meg 8, akkor miért ugyanakkor indulunk el? Miért nem lehet előre ki... Mindegy, fura. Fura kicsit ez is, ez a rendszer is, de it's fine. Hogy néz ki a világ? Nagyon jól. Nagyon jó. Sosem nézett ki még ennyire jól a világ. Az olaszok szépen migrálnak át a spanyolok területére, ahol már alig maradtak arabok egyébként. Tehát itt Malikátos Szentszír tart ki egy kicsit, meg az Al-Szark. Nem tudom hogyan, de ők kitartanak. Lázadók meg, hát frakciók azok vannak mindenhol, de ezek már nem annyira komolyan vehetőek. Azért majd arra figyelnem kell, hogy ne csak várjak, hogy a frakciók hazamenjenek, meg üljek a babérjaimon, muszáj leszek elindítani majd lázadást, elindítani majd háborút Maghreb vagy Tahert ellen. Amit most nézek az az, hogy itt a fiam ellen viszont fellázadtak, vagy az öcsém ellen fellázadtak, szinte biztos, hogy el is fogja veszíteni. Nem tudom, miért nem szólt, de lehet, hogy még be tudok csatlakozni. Bár kicsit későnek tűnik, ez egy War Against Tyranny. Oké, a másik. Liberty War. Tudok segíteni? Ecsém. Nem. Kifejteni, hogy miért nem. Ha? Van valami különösebb oka annak, hogy nem tudok segíteni a szövetségemnek is, testvéremnek? Összefeküdhetnék MK-val. Nem! Rezisztálnom kell az advancokat, mert el kell ejtenem a vadat. Nem, mondjuk gyereket is szülnem kéne. Ez hasonlóan fontos. Hát jó. Kicsit zavar, hogy nem tudok segíteni a tesómnak. Na, Antilop, eljött az életed végének a halála. Mármint a halálod jött el. Oké, majdnem meglőttek. Biztos véletlenül. Remélem, mert nincsen, az öröklés még nincsen rendben. Legendary sighting. Ó, egy legendás állat. Ez az, amire gondolok? Game sighting. Legendary sighting. A legendary hunt may be held. Visszajövünk akkor. Loses game sighting, loses legendary sighting.
Ja, ezt mondhatnám, hogy ezzel nem akarok utána menni. Jó, legendás vadászat, let's go. Hazamegyek, elhozom a jobb fejszémet, és lelövünk valamit. Főleg, mert most kaptam ezért 25 legitimációt, szóval... Let's go. Csak most tudok megint tartani vadászatot, vagy ki kell várni? És akkor igala kapta meg, igaz? Elnézést, hol van a módosító? Ugye nem kattintottam mellé véletlenül sem. Elképzelhető, hogy mellé kattintottam. Csak nem kattintottam mellé, nem olyan vagyok én. Végre egyszer kijön a legendás vadászat, és akkor mellé kattintok. Közben nézem itt a lehetőségeket. Holy War for Kingdom. Ez kell majd nekünk. Bár nem, pont ez kell majd nekünk. Nem, ez nem lenne jó. Tahertért esetleg egy Holy War for Kingdom. Az már egy fokkal jobb. Vagy lejönni és Damotot elfoglalni Holy War for Duchy-val, és onnan pedig Outer Adjurant Holy War for Kingdom-mal. Ja, az működhet. Jó, akkor most hazaértem. Nézzük meg ezt a vadászatot, ezzel Mizu. Activity cannot be host for 13 months. De meg tudom tervezni, nem igaz? De ott volt a legendás sighting. Miért csinálja ezt velem az a ját? Most ha vissza tudnám nézni, mire kattintottam, de ahhoz le kellett tenni a felvételt. Úgyhogy csak feltételezni fogom, hogy... Én úgy emlékszem, hogy azt kattintottam le, hogy a legközelebb visszajövünk, és oda volt írva, hogy mindig stressz kapsz érte, amikor hogy megkapja ezt a területet, a Legendary Sightingot, indítható legendás vadászatot itt, és mindig stressz kapsz majd érte, hogyha nem sikerül ez. De nem, nincs ott, eltűnt. Ami nekem egy teljesen ilyen érthetetlen dolog. Tudjátok mit? Azt fogom feltételezni, hogy mellé kattintottam, jó? Nem olvastam végig. Amúgy az a programozói nyelvet, ahogy megvannak ezek fogalmazva itt, ezeket én nem szeretem. Hogy has happened, will happen. Oké, miért nem lehet úgy írni, mint egy ember? Vagy úgy fogalmazni, mint egy ember? De azt fogom most feltételezni, csak a békesség kedvéért, hogy ezt én rontottam el. És aztán felvétel után visszanézem majd, hogy mi történt. És majd rage-zselek ezen a következő részben, hogyha mégsem én rontottam el. 1078 van. A Nana uralmának negyedik éve. Harmadik? Negyedik? És a birodalomban viszonylag béke honol. Jöhet is a Chains of Loyalty. Nem, jöhet a Large Levies első körben. 21 ezerre ez így fel is vitte a hadseregem méretét, és így arányaiban még gyengébbek lettek a lázadók. Na, mi lett Egyiptomban? Lerakták a fiamat a trónra, és jött a helyére az unokája. Aki szintén, vagy az unokám, ami szintén egy öröklésben érintett karakter, aki amúgy nagyon okos, intelligens. Kicsit félek tőle, hogy mi lesz vele, most, hogy így uralkodik. Vele tudok szövetséget kötni? Igen. Nem mintha bármit számítana, mert nem tudok neki segíteni, ő fellázadni úgyse fog ellenem, de oké, szövetségben vagyunk, remek. Ez azért, mondjuk a fiam a régense, szóval nagyon sok minden nem változott, azért lehet gond, mert nem a fiam, miért a fiam, miért nagymamá? Ő az bátyám, csak nagyon idős hozzám képest, 13 évvel idősebb, és ő pedig nem az unokám, hanem az unoka hugom, ami egy tök más kategória. De hogy ezek elvileg nem fognak sorra kerülni, mert ezek oldalágiak. Csak ahhoz nekem szülnöm kéne egy gyereket, hogy ez ne legyen már probléma. Ez a szférés akár véget is érhet. Oké, pont terhes is lettem, nagyon jó. A pont azon gondolkoztam, hogy el kell indítani egy csábításos szkímet. De igazából nem kell indítani csábításos szkímet, jók vagyunk így is. Ja, most így viszonylag tényleg nagyon nagy csönd van. Azért egy háborúban most nem kezdenék bele, pont azért, mert nincs pénzem. És láttátok, hogy mennyire brutálisan sok az a pénz, amit fizetni kell, hogyha felállítom a sereget.
Min 6.1 minusz 76 9 mont. Mit jelent itt a 9 mont? Mire vonat? Mire gondol a költő ez alatt, hogy max minusz 71 11 hónap? Mi az, hogy 11 hónap? A maxot még talán értem. Szerintem az azt jelenti, hogy ha felállítom a sereget, akkor összesen 76 aranyat kell fizetnem érte havonta? Úristen, hallottam a fekete leopárdról. Ó, lehet, hogy most jön az esemény. Azonnal hírnököt küldjen a fekete leopárd után. Megyünk és megöljük a fekete leopárdot. Na, ez lesz a vadászat? Mehetek vadászni? Még biztos nem. Mikor mehetek vadászni? Let's go, let's go. Ja, lehet, hogy ide került be? Nem, nem ide került be. Még arra gondoltam, hogy ide került a módosítónak. Ez a... láttak egy legendás állatot, de nem. Se ide nem került be, se oda nem került be. Hova került be a módosítónak? Mert valami történik, az egyértelmű. Nana's First Bonds. Szeretlek, apám. Gao. Ki az a Gao? Az apám. Ó, oh, apa, szia. What's up, yo? Parenting by example. Role model parents. 0.1 piety, opinion of parents, of child opinion. Jó lesz ez, nem kell apának lojálisnak lennie. Szóval mizu ezzel a vadállattal? Most ha előhozom a huntot, még mindig nem elérhető, mert szerintem mi csak most küldtük el a hírnököt, hogy nézze meg magának ezt a leopárdot, ezt a fekete leopárdot, és majd gondolom, jön egy esemény, amikor is mondja, hogy ó, ott láttuk, gyorsan utána, és akkor elkaphatjuk. Hogy mikor lesz a baba? Egy hónap. Na, most már rendben lesz, most már nem lesz gond. Meg fog születni, nagyon szép lesz, okos, erős. Oké, okos nem biztos, mert se én, se az apja nem vagyunk túl okosak, de mindent megteszünk a magunk részéről, hogy rendben legyen. Nagyjából 100 aranyom összegyűlik, akkor akár mehetünk is egy háborúra. Damotnak igazából elég a menetármuszok egy nagy részét összehívni Damot ellen. Jó, Fatumatának nevezem el az anyám után a lányomat, mert hogy lányom született. És ezzel a hírnevem pedig a tetőfokára hág. Közben frakciók jönnek-mennek, de nem igazán számítanak szerencsére. Akkor támott? Most már megvárom, mi van ezzel a fekete állattal. Ezzel a fekete leopárddal. Mi történik, és akkor utána majd megyünk háborúzni. Steel Artifact. Ó, oh, ellopták kutyának a szörmét. Aminata, a Stuart-ön volt. Te gyáva féreg. Amúgy tényleg gyáva. Adod vissza. Hát olyat a fejedre csapok. Közben kell egy új marsal. És nem Akkent fogom kijelölni, hanem valakit, akiért hozzá. Szóval, add vissza a kutyámnak a kutya spellt. Lucy's 60 opinion of you. Holy. Nem baj, add vissza. Mi az, hogy Lucy? Hát elloptad tőlem. Örülj, hogy én nem veszitek véleményt veled. Kvangban tartanak egy feastet. Az nagyon messze van? Hát, egy picit messze van. De el kéne rá menni. Oh, wow. Az nem biztonságos az a terület. Ha láttam már nem biztonságos területet, akkor ez az. Ha felveszünk mörköket, hát akkor minden gond megoldva. Ez így 47 arany, szerintem annyit megér egy kis pandázás. Mondjuk a gyerekem, mert remélem viszem, mert szerintem még elég erősen szoptatós időszakában van. Januárban született, most van május. Várj, Hunchbacked. Ez biztos, hogy ennek örülök. Hogy lettél te Hunchbacked? Ezt nem láttam, mert mint... Remek.
Nem baj, semmi baj nincsen vele, hogy puppos. Prowess minusz 2, Attraction Pinion minusz 30. A Vessel Pinion minusz 10, az nyilván nem segít. Majd valamit ki fogok találni. Talán. Hogy ez jobb legyen így. Jó, visszakaptuk Gugya spelltet. Akkor az mehet is oda. Mert onnan lopták le a falamról. És a kémmesterem pedig meghalt. Apoplexiben. Szegény. Jó, figyelj. Ez a Galadima Gole, ez nem tűnik rossz arcnak. Úgy tűnik, hogy ért is a dologhoz. Úgyhogy, és befolyásos vazalus, hogy őt ki is neveztem. 21-es, az tök jó. És megint nem térítek, pedig akár téríthetnék is. Hogy azt hiszem őt amúgy is meg kell így téríteni. Ha megkérlek szépen, hogy térülj, fordulj. Oh, na, benne van, nagyon jó. Akkor kezded téríteni a területeidet, én is segítek benne. És szépen alakul itt a bori. Azért vannak még a régi boriból. Itt-ott. De, meg hát itt a koptok. Ja, a koptok azok erősek. Mert meg itt a... Itt a muszlimok, azokkal lesznek gondok. Ez volt igazából a könnyebb része, mert könnyebb egy olyan vallást megtéríteni, amelyik nem szervezett. Viszont most jönnek a szervezett vallások, és most jön az, hogy túl nagy a birodalom is. Úgyhogy igen, most jön a neheze. Ezek nem akarnak önként csatlakozni? Szardiniához tartozik. Na, ő nem akar önként csatlakozni még valószínűleg. Ha van valaki, aki nem akar önként csatlakozni, akkor a Szardinia. Ott tart az ünnepség. Úgy tart, hogy ott tart, hogy mindjárt elkezdődik. A cél most a recreation. De lehetne akár... befriend is. Megpróbálok összebarátkozni valakivel. Mondjuk Kong királynőjével. Meghalt az antikosom. Ez nem jó. Valószínűleg azért megy fel a pénzem, mert sorra halnak ki az emberek az udvarból. Szenecsán az kell mindenképpen. A többit azt tudom nélkülözni. Még talán... Még mindig terhes vagyok? Nem, csak furán gömbölyödnek a dolgok. Szóval még talán food taster is kéne. Mondjuk abból jó nincsen. Kortyútor... Hát még nem kell a pupos kislányomnak, mert még nagyon pici. Ó, oh, szoptatós dajka kéne viszont, de azt mondom, nem lehet csak úgy. Lett egy barátom. Ó, oh, a barátom lett a kongi királynő, de jó. Bonded at feast. Ó, oh, tökéletes. Szóval, szoptatós dajka. De ezt tudunk keresni, azt hiszem. Lett még egy barátom. Már van két barátom. Oké, elindítottam a szoptatós dajka keresési manővert. Adtam felállás írat és LinkedIn-en. Ah, kaptam 22 legitimációt. Nagyon kevés hiányzik. 20 legitimáció hiányzik. De azóta sem hallottam a fekete állatról. 300-ba kerül? Mi kerül egy szoptatós dajkán? Nem. Nem, köszönöm. Akkor azt mondom, hogy nem. Ennyire nem fontos. Na, én már hazafelé tartok közben. Mondjuk az a karakter lehet pont jó lett volna a szoptatós dajkának, na mindegy. Szóval hazafelé tartok, és akkor csak el kell menni még egyet vadászni. Hogyha akkor esetleg bejönne az a szükséges 20 legitimáció, akkor meg is lennénk. Bár lehet, mert annyira nem fog számítani. Mert akkor már ugye az a része, amelyik igazán veszélyes, a short rain az már nem igazán számít. Na, megállítottak az úton állók. Barakatot oda küldöm, hogy csináljon valamit. Ja nem, Nadiát küldöm. Oda, hogy csináljon valamit.
Nem derült ki, hogy mi történt, de azt fogom feltételezni, hogy mindenki meghalt. Következő perk, vasárt a Chains of Loyalty. Az udvarban pedig valami történt, de elmúlt. Klasszik. Klasszik Crusader Kings. House of Caravaneers. Preservative boxot vehetek 500 aranyért. Vagy el is dobhatom. Vagy megpróbáltok alkudozni. Ezek közül egyik se tetszik. Ha ellopnám... Ez egy small boostot ad az élet. Nem kell. Nem kell, ez hülyeség. Mit csinálok ezzel? Nincs annyi helyem, hogy ezeket mind kirakosgassam. És haza is értem. Nagyon jó. Na, akkor egy icipici teeny-tiny legitimáció kéne, amit amúgy 250 aranyért meg is vehetek. Szerintem nekem most megér 250 aranyat. Csak kérdés, hogy hol hozzam létre hercegséget. Alúdiában mi a helyzet? Alúdiában Hereditary Rule. Kifejlesztettük a Hereditary Rule-t, erre mindjárt ránézünk. Csak akkor jöhet most következőnek a Royal Prerogative, mert az adja a High és az Absolute Crown Authority-t. Szóval Hereditary Rule, Partition Law, igazából jó, csak nem annyira jó, de végül is jó. Tehát itt, hogyha Alúdiát létrehoznám, akkor ezeket be tudnám rakni egy kalap alá. De ezek mind hűségesek, meg haverok. Szóval lehet, hogy inkább az kéne, hogy Deltát létrehozni, azzal segítenék ott az unokahúgomnak. Vagy, itt volt egy, amit néztem, Kaniagát. Ja, Kaniaga lesz az. Kaniagát létrehozom. Ez a legitimációm felment a legmagasabb szintekre. És ezt oda is adom rögtön. Neked. Itt volt az az egyetlen egy dude, aki támogat az egyiptomi lázadókat. Úgyhogy most őt örökre elástam. Nem jelenthet már veszélyt innentől kezdve. Jó, és akkor megvan a max legitimáció. Showtrain gyűlés minusz 25, pop opinion plusz 10, és akkor increased alliance acceptance, vassalization acceptance, reduced claim casus belli cost, increased marriage acceptance, reduced claim and faction, reduced cost for swinging the scales of power, és reduced de jure count is needed for creating a title. Ezek nagy része haszontalan. De ami nem, az tök jó. Például ezek a frakciók, ezek a claim and factionök, ezek elvileg most már kevesebben vannak. És most már látható, hogy itt szinte egyáltalán senki nem jelent veszélyt. A Mali megint leesett. Miért estél, kaptál tőlem tárgyat, ne idegesíts már. Mintha nem is történt volna semmi. Hálátlan kutyák ezek a maliak. Malibeliek. Malibeli. Ó, viszont ez nem tetszik. Court Physicianre ezek a legjobb lehetőségek? It's treason then. Írok neki egy levelet. Meggyőzte. Ez egyszerűen ment. Oké, mi történik, hogyha azt mondom, hogy keresünk egy physician-t, és nehogy azt mond nekem, hogy 300 arany, mert felruglak. Nincs erre 300 aranyam. Azt mondja, hogy 300 arany. Van 150-nél is, valószínűleg olyan is. De a 300-as sem túl jó. Jó, ezek nem tetszettek. Tehát, hogyha rossz, azaz poor embert akarok erre a pozira, ajánlom van. Princessé. Várj, az udvaromban van. Ja, igen, mert ő az öcsém, nem a bátyám. Jó, oké, kettőt kicsit összekevertem. Viszonylag stabil egyébként az unokaugamnak az uralkodása Egyiptomban. Sokkal stabilabb, mint ahogy bárki gondolta volna. Na ennyit ér ez a megnövekedett acceptance. Minusz 136. Mintha nem is lenne ott.
High legitimacy plusz 25. Ok. Kösz. Nyilván ezeket nem ilyennekre kéne alkalmazni, de... mindegy. Kicsit jobb lett, mert kicsit megbetegedtem, de kicsit elmúlt. És segített rajta, hogy elmulassza az öcsém, tehát azért csak ért valamihez. Jó, én azt mondom, hogy most nagyon szép béke van a birodalomban. Ennél jobb lehetőség vagy idő nem lesz arra, hogy elindítsunk egy hadjáratot. Most én a szarvat gondoltam befejezni. Damot, utána külső Adjuran, vagy Adál. Adálban most amúgy is vannak problémák. A pici király nagy problémái. Vagy esetleg Maghreb, de nem tetszik, ami Maghrebben történik. Nagyon sok örököse van, tehát itt van rá esély, hogy szétessen a birodalom? Nincs. Valamiért nincs rá esély. Mind a kettő, a Maghreb és az Ambia címe is ugyanazzal a Tara nevű karakterrel fog kiöröklődni. Ami izgalmas koncepció. De biztos erre van magyarázat. Mi a preference? Harmony? Ja, a Harmony Succession. Ne haragudj, tényleg elfejtettem a csalást. Vagy a pay to win-t, vagy nem is tudom, hogy hívjuk. Közben meggyógyultam, közben pedig Olaszországból Akvitánia lett. Izgalmas ez a let's play, azt kell, hogy mondjam. És gyakorlatilag kiütötték az arabokat innen az Ibériai félszigetről. A Bizánc még sose volt ilyen kicsi. De legalább a félig szláv, félig görög dúd vezeti. Találkozunk legközelebb, sziasztok!